Ez itt a Rickest. Ez itt a Rickest. A Ricskesztet Rickest. Ricskeszt. A szíve majdnem megszakad. Hogyha elindul a Na, akkor beéneklés megtörtént. Sziasztok! Itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, és vendégem a Zora zenekarból Hangya és Barbaró Attila. Sziasztok! És egy túsz. Sziasztok! Lehetnék akár, akár a Muszti Dobai Dió. Dió, <laughs> és de? dió, igen. Egyrészt azért is gyűltünk ma itt össze, mert megjelent az új Zorallem, ez a fényforgácsok, Illetve már többször is perzegettem a mondjának, hogy milyen jó lenne egy ilyen adást csinálni, hogy most itt volt a lehetőség rá. Először is akkor kezdjük az új lemezzel, hogy mi, mi, ö, mikor? Egy hete? Két hete? Hogy, hogy egy hete jelent meg. De igazából az oké, okay, hogy megjelent. Most már emlékszem, hogy amikor az első Sing Sing album 30 éve megjelent és mondták, hogy mit tudom én, szeptember 15-ig fog megjelenni. Én előtte két héten már nem tudtam aludni. Tudom, és el kellett jönni ide Dorogra, a szomszédos Dorogra. Ott volt a Dorogi gyár, és meg kell, le kellett hallgassuk az albumot, és beültünk egy ilyen helységbe, mint ez. Itt ült a cerka, itt meg én, és akkor hátul volt egy ilyen köpenyes néni, felrakta a lemez, egy remegő rárakta a tűt, és elindult a lemez, mi könnyes szemmel hallgattuk a cerkába, a néni meg ott hátul kötött, majd megfordította ugye a lemez, mert kevesen tudják, hogy a Bakelin lemeznek volt egy B-oldala, és azt meg kellett fordítani. És na mindegy, gyakorlatilag azóta már közel, szerintem az Attilának is, meg nekem is egy olyan 40-50 albumunk megjelent, de most ez különösen kedves nekünk, legalábbis nekem, meg pláne. De most ez hogy jön az, hogy megjelent Nem, az új Zora. Te Mindegy, te mindegy, te Most így eszembe jutott. az, itt az, Azt mondta Ricsi, hogy bármiről lehet beszélni. Abszolút, abszolút, fog, fog fel úgy, mintha egy kocsmába beszélgetnénk, söröd is van, minden, oké, okay, úgyhogy. Hát ha már kocsmá, akkor is van Egyébként... E, e, e. Ugye, ma gondolom már mindenki tudja, hogy itt az Orra zenekarban történt egy kis változás, e, június elején, ugye? Június elején a Szentrei Zsolt Károly művész úr bejelentette, hogy ő már nem kíván a zenekar tagján lenni, mert ő neki nemzetközi álmai vannak munkaterjén, meg stb. Mi ezt nem is froszliztuk, barátsággal elváltunk, és gyakorlatilag három hónap alatt összehoztuk az albumot, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült. Remélem ezt meg fogod tenni. Hát és akkor erősíteni. mondjuk el, hogy ezen már egy új énekes szerepel, akit egyébként úgy találtunk meg, hogy csináltunk egy ilyen castingot. Ö, megnéztünk rengeteg énekest, amatőröket, profikat, barátokat, ismeretleneket egyaránt. És ö, valahogy a választás koroknai árpira eset. Hogyhogy nem? Mert hát igazából így megnézve az összes videót, amit küldtek nekünk, úgy, úgy, gondoltuk, hogy azért valamilyen szinten egy, egy ismert arc kéne nekünk, aki, aki rockénekes is, meg kicsit azért úgy metal énekes is, meg minden, és az árpi az meg pont ráért, mert most nem volt semmi más dolga. Úgyhogy... <síns> 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 Úgyhogy megkerestük őt. vagy és... <síns> hogy volt a casting? közel 130-an jelentkeztek. Egyébként érdekes, hogy jelentkeztek nagyon profi zenekarokból is énekesek, anonim természetesen. És akkor összegyűltünk nálunk, és rendeltünk pizzát, meg sört, meg stb. És elkezdtük így hallgatni, és akkor mindenki előtt volt egy ilyen kis füzetecske, és akkor... Egyébként az az érdekes, hogy a 130 énekesből Közel 30 az, az úgy abszolút beleillett volna Igen, tehát volt a, a zenekarba. Tök jók is. Hm. De, tehát mindenféleképpen mélegetünk, nem akartunk túl fiatalt. Tehát uh, itt az Attilával mi azért már a lemezünk B oldalát kezdtük el játszani. <gül> <súzged> <gül> <súzged> <gül> és, és és inkább így a, az egyensúly, mert most azért kijelenthetem bátran, hogy a két fiatal csávóval 40 alatti az átlag életkorunk. De, <gül> <gül> de, <gül> de attól, mi még 50 fölött Tehát, <laughs> Nos, e, És úgy, úgy döntöttünk, hogy egy korunk, korunk beli énekessel szeretnénk együtt dolgozni. És tehát, miért Akart, miért ragaszkodott Azt, hogy mindenképpen ismert arc legyen. Mert, hogy azt akartátok, hogy adja egy löketet, vagy pedig nem akartátok azt, hogy valaki teljesen nulláról kellene. Nem, igazából nem ragaszkodtunk hozzá, tehát azért hirdettük ezt a castingot, hogy megnézzük, hogy milyen kínálat van, tehát hogy kik jelentkeznek, de ezek alapján arra jutottuk, hogy jobb lenne nekünk egy olyan, aki nem is az, hogy ismert, hanem az, hogy hogy profi, aki aki már kipróbált ember a színpadon. De nem tanítgatni kell, hanem... És az is nagyon ö, ö, szóba jött, tehát az is feltétel volt, hogy rá is érjen. tehát hogy Egy olyat nem akartunk, aki... A tisztuk, hogy aki nem ér, rá jáncà, nem fog jelentkezni, akkor... de egyébként jelentkezett olyan is. De, de... de, de, de... de, de, mire, de mire gondolt? <sparzik> <nem sem sparzik> Szeretnék, ha meghallgatnátok, a, a, hogy beférek-e a zenekar, de egyébként nem érek rá. De egyébként egy csomó, csomó olyan arc jelentkezett, akik, akik jók voltak, tehát akik akár... Mindenféleképpen olyan énekes keresünk, akinek prioritást élvez a zenekar, tehát nem a harmadik zenekarra, hanem mondjuk ez az első. És ez, ez nagyon fontos. Tehát... Mondjuk igaz, ez érthető, amennyi koncertje az egy normál évben van. Igen. Ö... Egy normál évet élvegyünk. Idén, idén mondjuk Igen, márciustól idén volt nagyon van. három koncertünk. Kb. Ja. Három koncert, és mondjuk... És még lesz három kb. <laughs> hat, <idén>. hat macskajaink <gül> volt. <gül> Tényleg egyébként tegnap ti is a török között, is a turnéjét. Ö... Tehát egyszerűen tragikus számok jöttek így ország szerint. Tehát ez egy kis kis piac és mindenkivel szinte napi kapcsolatban vagyunk, pláne úgy, mint, 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 mint menedzser, meg ugye fontosak a számok, tehát, hogy semmifékepen se szerettünk volna egy, ugye most ez a helyzet van, nem szeretnénk megbetegedni. Azt. Tehát most lemegyünk egy 100 fős klubba vagy 150 fős klubba, és ö, ha ott valaki beteg, azt tuti, hogy ott, ott szétszórja az alattomos bacillusokat, és euh, amiről egyébként írtunk egy dalt is már régebben. <gül> Igen, <laughs> eljátszom. Ezért <laughs> mosolyogtam el. Így van valahogy. <gül> <gül> és euh, nem beszél arról, hogy, és ez egy nagyon furcsa szám, hogy mit tudom én most, tegyünk fel, van egy zenekar, euh, alapesetben alap olyan 300-an szoktak járni a koncertjeikre, és most elmentek 80-an viszont 160-an megváltották a jegyet előre, tehát, tehát a fele a közönségnek nem érkezik meg a helyszínre, mert egyszerűen már ők is félnek. Tehát ebben a helyzetben inkább mi úgy gondoltuk, hogy kicsit, kicsit hátrébb vonulunk, és elengedjük ezt a szezont is. <laughs> Igen, meg hát azért ugye nyilván nem segít a dolgon a 11 órás zárás, sem, meg, meg a sok egyéb más. És ezt nem tudják így... sokan, hogy hogy a 11 órás zárás a vidéki, meg a pesti kluboknál is nagy részt a, a, mér, mér gáz? Tehát az van egy vidéki klubba általában, hogy 8 órától 11 óráig rokkosodunk. Tehát mennek a rockzenekarok, viszont a kis városban mondjuk nincsenek más diszkók, 11 óra után pedig egy másik közönség jön be, a diszkó közönsége, akik ugye ott el vannak hajnali 3-4-ig, és fogyasztanak rendesen. Tehát gyakorlatilag az a elég komoly bevétel kiesik egy klubnak. Hát meg ugye eleve az, hogy most magunkból indulok ki, sportasóban 9 fél tíz előtt nincs élet sose. És most például most lesz ugye hétvégen az első olyan bulink, ami már bent lesz, és akkor ugye 11-ig be kell zárnom, és az azt mondja, hogy legkésőbb fél tizenegykor a koncertet be kell fejezni. Pontosan ez így működik, ja. mi már Junkiza voltunk most a múlt hét végén például Sopronban, és ott is az volt, hogy fél tizenegyig be kell fejeznünk, és mindenkit hajtottak el. Egyébként ahhoz képest nem is voltak kevesen, de az érzékelhető ez a, ez a, dolog. Tehát egy csomó olyan van, hogy hogy egy bulira mondjuk megveszik elővételben jegyet, és azok, akik megvették, azok, azok se jönnek el mind. És egy másik Jó, fontos dolog, ugye kötelező a maszkviselés. Na, tehát az bemegy meg az ember, tehát, hogy, hogy a hogy nagy részük el. már fél levenni a maszkot, és inkább nem fogyaszt. És ugye, ha nem fogyaszt, igen. akkor megint a klub szívja meg. Tehát, hát igen, azért, azért az, lássuk be egy klubnak, a zenekar, az, ö, az a lényege, hogy ott tartsa a közönséget minél tovább, hogy ott fogyasszanak, akár legyen afterparty is, vagy valami. hát nyilván ebből van a Igen, több bevétel, az tehát az dolog. Tehát, Hát jós, Tehát azért nem ez... működött. Igen. Tehát így, így, nem, így nem szeretnénk. És ez, ez még szerintem még rosszabb lesz. Aztán reméljük, hogy egyszer már jó is lesz. Hát most egyébként azt, azt mondják, hogy talán tavasz végére már tűrhető lesz, és majd talán jövő őszre jó lesz. Hát mondja azt mondta, hogy majd tartsunk ott. Én, bízom a a az Én nagyon bízom az oroszokba. <laughs> Milyen oroszokba? Ugye a fotka a Sputnik lesz? plusz nevezetű, <laughs> de mi a neve annak? A, a nem, azt nem hiszem, Sputnik a neve. Sputnik plus uh, már megvan az ellenszer. Az, 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 egy borsz. új, újfajta vodka? <laughs> az vagy mi? <laughs> alkoholos lelítő, hát akkor belülről is működik, nem? Tehát a vodka az a abszolút. Siván, de nem csak az Na ezért mi már ezt réges-rég megírtuk, hogy mi az ellenszer. Hát, persze. Ezt és nem ezt hallgatnak igen. rátok, látod? Nem hallgatnak és nem, nem, is vagyunk betegek, még nem is voltunk. Maradjon is így. Ugye hát, hú, nem is tudom, hányadik zorralom ez, most ezt számolom fejbe, de... Hát tíz fölött, mondjuk tíz. Mi sem tudjuk kertől. egyébként. Ja, hát az igen, volt egy pár. Ha mondjuk az összes Zoran lemezhez kellene viszonyítanod, akkor szerinted milyen az új lemez? milyen az új lemez? Ti milyennek érzitek? Szerintem az új lemez el, elég ö, erősre sikerült. Egyébként azt tudni kell róla, hogy ezt már megcsináltuk már így az év elején, tehát ilyen február környékén, ugye akkor voltunk stúdióban, és ezt még a szasza felé énekelte, és utána még mielőtt kijött ki volna a lemez, azért nem jött ki a lemez, mert jött ez a víruspara, és uh, utána ő kiszállt, és uh, aztán utána lett az új énekesünk, a Kori, és ő ezt újra énekelte, de egy csomó dalt át kellett egy kicsit hangszerelni, tehát áttenni más hangnemben, ugye mert neki más a hangfekvése, és uh, ennek ellenére úgy érzem, hogy, hogy uh, nagyon jól sikerült a lemez. Tehát ezzel ezt a annyira jó sikerült. Heavy metal. Idefele gondot. ezt hallgattuk a kocsiban. De, de, csak a saját számokat. Az, de, és egyébként a... három saját szám is van rajta. Három és fél. Mennyi? Tizenegy szám van rajta, tehát Igen. nyolc feldolgozás, a szokásos módon, amit, amit szoktunk eddig is csinálni, hogy összerakjuk, és három saját. És igazából mindig szeretünk volna Petőfi Sándorral egy közös dalt ö, készíteni, és így sikerült a füstbe ment erre azért mondom, hogy három és fél <laughs> csinálni egy... Ez, 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 ez is érdekes, hogy például a Fücsbe is már szerintem két-három lemezel ezelőtt is már ötlet volt, csak vannak olyan dalok, amik nálunk így elsőre így nem nem tetszik is a zenekarnak. Tehát valaki hozta az ötletet, így egy kicsit molyoltunk vele, és akkor így dobtuk. Tehát, nem, tehát amikor így nekiülünk egy lemez összerakására, akkor van 30, 40, 50 ötlet. És, és akkor így elkezdünk foglalkozni vele, mondjuk rászánunk egy fél órát, órát, vagy a, a két összerakandó dalnak a hangneme sehogy se tudjuk összemosni, vagy egyéb okok miatt nem jön össze. De van olyan, hogy egy kicsit pihen két-három évet, és akkor amikor újra neki, nekiveselkedünk, akkor, akkor meg, meg összejön. Na most pont ez ilyen ez a fiskbementer. Ja, ezt egyébként összeraktuk a, és az a száma, Animals nak a, a háza, House of the Rising Sun. Ezt még emlékszem, hogy gyerekkoromban láttam a tévében, hogy a Mikó István nevű színész úr játszotta egy gitáron, ezt így összerakta. És én ezt azóta meg akartam csinálni. <laughs> Úgyhogy most így kicsit meg is metálosítottuk, meg minden meghagszereltük. Ugye hát alapból elég metálos a mint az előző is már, ugye a presszó az volt. De mondjuk még így is volt, ami meglepődtem, például a, a, rögtön az elsőnek klippesített dala a jégdupla viszkivel a kombó. Ott adta magát egyébként, hogy Ambrus Attila legyen a főszereplő? Nem. Először ö, nem akarjuk mondani, hogy milyen színészekkel akartunk, tehát volt itt mindenféle ötlet, de ugye a, a színészek azok drága mulatság. Az nélkül tehát... kellett egy tehát olyan klipet akartunk, amiben van valami szereplő, egy ismert színész. De hát egy, egyik se vállalta el, akire. Meg, meg nem, vagy, nem. Vagy nem is az, hogy nem vállalta el, azt mondta, hogy hogy oké, okay, elvállalja, de majd csak novemberben, mert addig be van táblázva, meg rengeteg pénzért, tehát annyi pénzünk nem volt rá. És akkor gondolkoztunk, hogy ki Ha, már, ha már viszkiről szólad a, akkor mire Nem is tudom, kinek az ötlete volt, és akkor felhívtuk, és ő azonnal azt mondta, hogy, hogy hát persze, simán. De mégis a leg, én, legjobb, én legjobb választás ő volt, tehát uh, annyira a profi a Csávó. Tehát lehet mondani róla ö, mindent, de egy biztos, hogy ő felvállalja a régi ö, dolgait, leülte azért a büntetését, és egy teljesen tiszta, legális ö, dologba kezdett ezzel a, a, a kerámis, kerámia dologgal, és azt hiszem, hogy ez egy követendő példa lehet minden ö, bűnözőnek, tehát hogy ő egy új életet kezdett hozta a formát, egy kellemes napot töltöttünk el vele, hát olyan vakerja van a csávónak, hogy <laughs> egyébként itt lakik a környékem. Igen, Igen itt Eszter. nem messze. Igen. Szerint. És tök jól játszott a szerepét. Hazafelé beugrunk hozzá. Oké, okay. Igyunk egy ne viszkit. <laughs> egyébként az Bocsánat, egy kis adalék, hogy megérkezett a forgatásra, és akkor mondtuk, hogy hát ugye elég sokszor kéne inni, és úgy gondoltuk, hogy hoztunk ilyen, tehát csak nem gondoljátok komolyan, viszont én még hoztam viszkit, tehát én nem iszom kamupiát. Egyébként tényleg ő is viszkezett, átviszkiztük egy egész éjszakát. Ezért éjszakai forgatás volt így estétől reggelig Budapest utcáin. Egyébként átérzem ezt a színész dolgot, mert amikor a podcastot elkezdtem, én kitaláltam, hogy a a szignálhoz, vagy az introhoz, kik, kiket szeretnék, milyen hangokat, meg ilyesmit. Meg is kerestem mondtam mindenki, hogy ó, persze, persze lehet volna szó, neki szükség lenne arra, hogy akkor ez hányszor fog mondjuk egy évbe kijönni, mert akkor ennek jogdíj van, és mindig ő egy évre előre kére jogdíjat, hogy hány adás készül, íze. plusz még a felvétel költsége, meg az úti költség, maga... mondom én, figyelj, én egy mondatot kértem összesen, hát annak ennyi a díja. Jó, oké. Okay rendben, és a harmadik ilyen megkértem egy-két zenész havert, hogy figyelj, nem segítenétek esetleg, és valahogy <hül> mégiscsak sikerült. Ö, van ilyen a lemezen, hogy, hogy kedvenc? amelyik most épp az aktuális kedvencetek? Mondjuk egy sajátot, meg egy, egy, egy feldolgozást mondjatok nekem mind. Nekem az egyik utolsó, utolsó száma a, a Szombat szakít szét, az, az nagyon nagy kedvencem, az egy ilyen stílus gyakorlat, ilyen Black Sabbath-os doom metal, egyébként azt a Bence írta, <laughs> a, a, a riffjét, meg minden, a szövegét, meg az énekdallamát, azt meg én. De az nagyon jól sikerült, szerintem. Na, én büszke vagyok a Bencére. Meg szerettem volna, hogy az Attilával fúzionálnak, de mi az Attilával már sok dalt írtunk közösen. És melyik a feldolgozás, amit tetszik neked? Nekem ez a, a felkerül ez a akármi, hol, mi is a címje? <laughs> 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 Füstbőlen terv. terv. Nekem az, azt tudom, hogy azt így megpróbáltuk így összepróbálni, még minden, és a hangja azt mondta, hogy, hogy valahogy neki ez így nem működik élőben, tehát még élőben azt még nem játszottuk el, de szerintem úgy is működni fog előbb után. Igen, mert egyébként Nekem az nagyon tetszik. Most volt ez a Raktár koncert, és Szerettünk volna minél több dalt az új lemezről játszani. És azon kívül még, várjál, még nagyon tetszik az léjeres, a Slayeres, a, mi a címe? A távollét. Azt megcsináltuk, azt egy Slayer számmal raktuk össze. <laughs> és az valahogy, nem tudom, az én nagyon jól sikerült. Én a meglepetem. kiadóban voltam most a minap, és mondták, hogy ott is az a kedvencük. <gül> Megértem. <laughs> Meglepett egy picit. Azt, Hát oké, tudtam, hogy metálos lemez lesz, jó, metalika, oké, de szléjer, az mondom, ennyire marcanak eddig még nem voltatok. Viszont a Slayer számmal is az volt a helyzet, hogy azt a szasza még felénekelte, és utána jött a kori, és ott át kellett az egészet transzponálni egy, egy, egy kvartal lejjebb, tehát az, nem tudom, mit, egy húrral lejjebb, ez, ez egy kvart, hát ott itt, ez, és ez. Hát ezt eddig most akkor ebbe, áttranszponáltuk, és ahogy a kori fölénekelte, úgy megszólaltad a tehát ilyen hm. nagyon jó lett. Azt nagyon szeretem, nem tudom, hogy el fogjuk játszani valaha élőben, de, de a lemezen tetszik. És neked? Én a... Gyakorlatilag nekem az egész lemez tetszik, de ugye nagyon ki akarnék emelni egy sajátat, akkor az enyémet emel. De melyiket? Kettő is van. Én, a, én nekem a, most szerintem a, a filmforgácsok az, 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 az ilyen sláger Tehát, az? Ö... Igen, egyébként az nekem is nagyon tetszik. Pont, mert pont erről beszélgettünk az Attilával, hogy hogy ott a, a, a szöveg is az ilyen inkább ilyen 80-as évek, ilyen tudod, ez a. De ez, ez direkt, tehát ez, ezek is stílus gyakorlatok, ezek a dalok, a saját dalok. Direkt egy olyan szöveget írtam rá, hogy, hogy az ezt a, igen, tehát ez, 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 ezt a metal feelinget így, így hozza. Egyébként nagyrészt együtt is írtuk a szöveget, tehát így többiek is mondtak hozzá mindig. Valamit, hogy Igen, mert egy kicsit elakadtunk ezzel a, a, szöveggel, és a, 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 feldolgozásban gyakorlatilag majdnem mindegyik tetszik, de az Iron Maiden, hogy a, ez is tesszük. Nekem például az a... Egyébként attól féltem a legjobban, én hatalmas omagás vagyok, és ugye nem tudtam, mivel raktatok össze. Mert a Bencét kérdeztem, annyit mondott, majd meghallod. <síns> <síns> Önöm, köszi, sokat segítettél. Igen, és így hallgatom, mondom, azt a kurva. Illetve ami nekem még nagyon nagy favorit, bár nem volt ilyen kérdés, az a defle pár magad kombón. Igen. Az, az figyelj az. Igen, egyébként az az egy olyan szám, hogy ö, azzal kétségeink voltak, hogy hogy mit tudunk azzal kezdeni. Figyelj, ha mondta, ha mondta volna nekem valaki ezt, hogy lesz egy. Ö, LGT feldolgozás, egy Deflepart Jurszom Sugar, -a, mivel összekever, összekeveres, a Kori repelni fog benne, akkor mondtam ennek egy köszi. De ez nem rep, ez, 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 nem, hát. ez szerintem nem rep. Egyébként így a, az egész lemezre talán az a jellemző, hogy tehát régen is összemesapoltunk dalokat, de az eredetiket nem, csak inkább a hangulatát vettük le. Oké, okay, hasonlított rá, meg stb. Most törekedtünk arra, hogy minden egyes elemét próbáljuk áthúzni, és az, az tényleg úgy szóljon, tehát most csak a basszusgitárra az akkor úgy, Iron Maiden akkor az úgy csörögjön, mint mint a Steve Harrisnek, ha, ha mondjuk a Def akkor szép kerek hangja legyen. És, és visszatérve erre a Def tehát erről tudni kell, hogy ezt a Def Leppard lemezt is úgy rakták össze, hogy igazából ott így hangonként vették fel az egészet. Tehát ez így ilyen, akkoriban még nem volt ilyen... Az a midi korszak kezdete volt. De annak akkor idején. még nem volt midi korszak, akkor még Dehogy szallagra nem. dolgoztak. Mid 89 ben az, 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 ez igen, az, de az, És ezt mi is úgy csináltuk meg. Vagy igen. Az vagy ös Az a Nem, ez, szerintem. ez, ez, a ez, nem 84, ez a pirománia, hogy Nem a hisztéria. De, de bocsánat, a hisztéria és az 89. Figyelj, ott, a, a, ők, ők 80, használtak 80, először 80, Midis 80, gitárokat, 84, és ugyanúgy ugy, ugy az az úronként 80, vették 80, fel a témákat. Tehát igen. a témák is úgy lettek összekeverve. Tehát konkrétan ez a lemez azon kívül, hogy a dobos ugye elveszítette a karját, és ez egy, ez egy hatalmas tragédia volt a, le, a, a zenekarnak is pluszba, de én ami miatt tisztelem ezt a zenekart, hogy vártak rá több évet, Az és, és, Igen. és, és, nekem a mai napig a kedvenc zenekarom. Megértem. Én voltam is koncerten, és a, most is liba bőrös mindenem, és gyakorlatilag ezt a hangzást is próbáltuk úgy hozni. Meg, meg tudni, hogy még nagyon nagy dolog a Deflapárna, hogy ez a podcastban itt bármiről lehet beszélni, hogy amikor 90-es években ugye a rockzene halott volt, és mindenki próbák ezt idézze, tegyük azért nyilván, és mindenki próbálkozott mindennel, meg próbálkozott más stílusú lemezeket csinálni, és ugye a Mötli is csinált egy teljesen más lemezt, ők is csináltak egy tök más lemezt, a slenget. De mondja, az az valahogy kurvára vállalható, és jön azonos attól függetlenül, hogy azért levették a korszellemet kőkeményen. És mondjuk nem, nincs az, hogy, hogy 10-20 év távlatában hogy hát igen, akkor próbálkoztunk mi is, de nem, az egy fúli lemez. És ugye nekem ez, ez tetszik, még az utolsó lemezük is tökéletes. Egyébként volt. még egy különleges dolog is kapcsolódik hozzájuk, hogy ők csináltak azt, hogy most nem vagyok benne biztos, hogy 24 óra alatt három kontinensen játszottak, vagy az, az konkrétan hány óra volt, de valamilyen különleges rekord is fűződik a nevükhöz. Maximalizmus. Na, de egyébként visszatérve erre, tehát próbáltuk minden dalt úgy felvenni, ahogy azt eredetileg csinálták. Azt nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy a, ezt a Def Leppard lemezt, ezt feljátszotta a zenekar, és ö, azt hiszem, Matt Lang volt a, yeah. a producer, és fel volt játszva a lemez, de nem volt vele elégedett, és utána felvetette velük még egyszer. Hát az lehetett lakik szegényeknek érted? nem <laughs> elég, hogy nincsen karja, meg minden, meg <laughs> akkor még élt a Steve Clark, a gitáros, és ezt feljátszották, és ez tényleg úgy lett hangonként összerakva, és ezt mi is úgy raktuk össze, ellentétben például azzal a dallal, amit, ö, amit az Iron maiden raktunk össze, az ezüsteső ez, ezüst például, azt meg egy az egybe feljátszottuk, tehát azt, azt úgy lezettük hangonként is. És úgy. És mondjuk melyik az a dal, ha nem ezen, ami a legkevésbé lehet működőképes élőben? Élőben? Hát, élőben Ez egy, szerintem egyik a, sem. Szerintem távol lét. Nem, a, szerintem az is működőképes lehet. Működőképes lehet, de az nagyon melós. Tehát az, 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 Figyelj, az csak lejjebb az lejjebb meg, tett, úgy megszólaltuk, hogy egy kell. Azt, de egyébként, játszani, tehát mindegyiket élőben játszottuk fel, és Jön, nem. Igazából mi? nem rajtunk múlik, hogy melyik működőképes élőben, hanem a közönségen. Tehát mi mindent megszoktunk próbálni, minden dalt. Vannak, amik amik megmaradnak a repertoárba, és vannak, amik nem. Most nyilván, hogy új énekesünk van a kori, vele teljesen átformálódott a, az egész repertoárunk, a régi számok is. Olyanokat vettünk elő, amik neki jól állnak. Például skát, úgy, úgy azokat a... most így kijártuk igen, és ezt pedig én, én mondjuk én úgy gondolom, hogy a Zora zenekar kiválóan játszotta a skát. Tehát jó játszottuk, én... de a korinak ez nem biztos, hogy jól áll. Tehát inkább ilyen Nem, a más másfajta igen. Igen. De most ezt ezt a vonalat szedjük. Tehát gyakorlatilag idáig egy egy, egy, egy egy kellemes kis úton haladtunk. Ö, tudtuk a, a korlátainkat, most egy a Korival egy hatságos autópályán ö, tudunk száguldozni, de gyakorlatilag a, a lehetőségek egy kicsit másak, és ezt megpróbáljuk majd ki is használni. És egyébként mondtuk is a Korinak, hogy ő válaszza ki a régi számok közül, hallgassa végig az egész repertoárunkat. Hát mondjuk ez elég nagy feladat, mert nem is tudom. 350 csomó csomó dalunk csomó van? 300 dalunk van. Hallgassa meg, és ő válaszza ki, hogy mi az, ami neki tetszik, és még azt is lehet, hogy át kell az egészet hangszerelni, más hangnembe rakni. Úgyhogy most még pillanatnyilag is ezen dolgozunk. Illetve már pont erről beszéltünk az Attilával idefele, hogy hogy ez elég termékeny a zenekar. Én a szokásos régi módszerrel dolgozom. tehát Például hallgatom, itt el lehet mondani, gondolom, reklámba. Persze, Van bár. a Sláger Rádió, meg a Retro Rádió, és akkor meg ott előszeretetlen nyomják ezeket a régi dalokat. És ha megtetszik egy dal, nekünk már annyira ráállt a fülünk, hogy automatikusan így fejbe rá tudunk húzni ö, dalokat, a, ami úgy gondoljuk, hogy ezzel össze lehetne házasítani, úgymond. Igen, Minden lemeznél felmerül ez a kérdés, hogy a következő lemezre még lesz olyan amit nem dolgoztatok fel. De hát... Hát, mi, mi, mi még mindig van. mi az mindig mi? van. Mi még a 80-as évek előtti dalokat preferáljuk inkább, de lehet, hogy egy kicsit azt a határt feljebb tudjuk húzni. Opa vacsora mikor lesz, mert már korog a Voltál? Voltál? Belehallaszott a mikrofonba. Egyébként azt is beszéltük itt a hangyával idefele a, a kocsiban, hogy hogy kéne saját számokat is írni. Amíg... Hát ez van a következő kérdésem, igen, ugye, hogy most már ezen is több saját dal van, az előzőn is, és hát most az elő, előzőn is konkrétan az egyik saját dal volt a legjobb szerintem, az a bringásdal, dal. Tök nagy húzás. De azt van, is ugye? én írtam. <síns> 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 hát <síns> majdnem mindegyik lemezünkön van egy vagy két saját dal, tehát hmm. így, azért így nem, nem, tudjuk visszafogni magunkat. A másodiktól fogva, nem? Tehát, a tehát az legelsőn azt hiszem nincsen, de a másodiktól fogva igen, akkor van. Viszont. De, de igazából nem ez volt egy... a zenekarnak a fő alatt. Tehát ez gyakorlatilag, a, a, aki eljön Zoral koncertre, nem az ideológiát várja tőlünk, hanem az, hogy egy jót bulizzon, és ezek, ezeket a dalokat gyakorlatilag szinte első hallásra, aki akkor találkozik legelőször a zenekarral, már, már be tudja fogadni oké, okay, de mondjuk, hogyha ha külön hirdetnétek a saját Dodos buli, meg a rendes buli, szerintem ezt simán működik. Szerintem egy ilyen lemezt össze is fogunk hozni a közeljövőben, úgy sincsen most koncert, nincsen már. Tökre dolga. ráérünk. Ráérünk, és azt találtuk két idefele a az autóban hangyával, hogy csináljunk egy olyan lemezt, hogy mindenki, mondjuk öten vagyunk a enekarba, mindenki mondjon két kedvenc zenekarát, és annak a stílusát levesszük. Tehát egy ilyen stílus gyakorlat, de azt, azt megcsináljuk akkor úgy, hogy teljesen magyar szöveggel, meg minden. És, és akkor figyelj, és akkor, akkor... levefortitus stílusban is fogunk csinálni, mert nekem. Az... Inkább, az... inkább mondjál valami rockzenekart. Egyébként bocsánat, hogy beleszólok, de ezt a szikora úr megcsinálta a magyarokkal is. Így játsztok ti. És jó. Volt. Igen. Az eleme szerint, hogy így játsztok ti de egyébként ez a három dal is ami ezen az új remezünkön szerepel az is mindegyik egy stílus gyakorlat tehát a hangja számai az, az ilyen dondokkán vagy nem is tudom valami ilyen, ilyen nem, amerikai figyelj, metal nem... amit a Bence hozott az, az abszolút ilyen black Sabbath, ilyen ozzy black szabát olyasmi úgyhogy ez így működik ez a, ez a dolog és és ez tök szórakoztató lehet szerintem legalábbis nekünk, nekünk. nekünk pláne nekünk pláne igen Hát de most csak így belegondoltam abba, hogy azért a, az előző pár ezeken szereplő saját dalokra mindig tök jó reakciók voltak. Tehát, hogy így, így akár kommentekbe, Facebookon, Youtube-on itt ott, szerintem meg a nézettségeket. Ez a klipet is á, Azért figyelj, nem? azért van rendesen trollkodás, és ö, ö, tehát, hogy mi nem írunk saját dalokat, miért kell meggyalázni ezeket a... Ki a, mondja azt, hogy nem írunk dalokat? De, saját dalokat, jó, de annyi saját dalok ezt, van. Ezt akartam mondani, hogy oké, okay, bazen, de ez 18 Meg éve téma. és hát, ez 18 de éve, szóval éve, szóval éve, 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 Ja, és azért... egyszer kiszámoltunk, hogy a Sex section, a Junkies, meg a Sing sing valami 400 valahány dal, dal volt. Tehát igen. mi az, hogy nem írunk Tehát saját dalt? Már eleget még, írtunk. És még nem ezt arra, az edekart az azért csináltuk, hogy ne saját dalt írjuk, de még így sem írtuk ki. Egyébként ezt lehet degradálni, ezt a mesapulást, amit mi mit csinálunk, de csinálja valaki meg, tehát, Fie tehát ennek vannak amik mi felállítottunk saját játékszabályok, most például a legújabb hogy hasonlítson az eredetire az eredeti stílus húzzuk rá az általunk tisztelt és nagyra becsült hazai előadó dalára, valószínűleg ez az bizonyítva hogy a jó dal bármilyen stílusban meg tud szólalni ugye hát ez, erről most kettő dolog jutott eszembe, az egyik, hogy pont valamelyik dabdobott fel a Facebook egy hirdetést egy zenekarról, hálás Istennek elfelejtettem a nevüket baromi szar nevük volt ahol két dal van a saját stílusukba átültetve, egy tankcsapda, meg egy nem tudom mi a másik, rettenetesen rossz. Tehát ugye, hogy, hogy mikor mondja valaki, hogy ezt könnyű megcsinálni, ah, persze. Uh -huh. Biztos. <laughs> Vagy mondjuk eszembe jutott a csapdának a feldolgozás lemeze, hogy azért abban is mi meló lehetett, hogy jó legyen az a lemez. Tehát ugye, hogy így, így lehet egyébként, hogy ezzel szerintem simán van annyi meló, mint egy saját dalos lemezzel. Én szerintem több is. Szerintem azzal, hogy, hogy összerakunk két dalt, és azt így teljesen összeboronáljuk meg, meg összepróbáljuk, az kb. ugyanannyi meló, mint megírni a saját dalt, és azt össze, összepróbálni. Hát ezt én így mondhatom, mint, mint dalszerző. <laughs> hát, de, meg igen, ti látjátok igazából, mert kipróbáltatok ezt is, meg azt is, de amúgy igen, pont pont, pont ezen gondolkodtam az előbb én is, mikor ugye, hogy mondta ezt, hogy, hogy miért nem írtok saját dalokat, de mondom, ez 18 éve téma, de hát már akkor is volt egy csomó, hát csak a szing van mennyi, 8 lemeze? Ja. Tehát, hogy ez... minden, tehát zenekar összes tagja olyan zenekarokban játszik, akik saját dalt írnak, úgyhogy... De ott például, oké, okay, a Sing, -Sing keveset játszunk, de ott például eszünkbe sem jutna feldolgozni. Pedig volt, volt erre példa. Igen, igen, volt. Hogy egész, hát, egész a volt a egy két jó, egész jó uh -huh. Beatles feldolgozásunk Ó, is. Volt egy komplet uh -huh. ilyen uh -huh. szink -szink -lemez, ugye tényleg. Ja, plus. Ja, igen, tényleg, ja. Az egyébként tudod, hogy született? Képzeld el, hogy a Rózsa Recordsnál voltunk, és megjelent a hármas lemezünk, az Élve vagy Halva, meg tök jól ment, tökre ürült a kiadó, rá következő évre kiadott egy ilyen válogatás lemez, mert akkor volt öt éves a zenekar, az is tök jól ment, és akkor jelent meg utána, rá fél évre a Bűn az Élet, hát az ö, ilyen közel százezer eladott lemez volt, és azt mondta a Pisti, figyelj, azt csináltuk, amit akartok. Olyan nem ez, amit akartok, kiadjuk. És akkor, uh -huh. akkor kitaláltuk, hogy legyen, mert mi a sörkert miatt játszottunk néhány dalt, úgy szerettünk játszani, és akkor egy ilyen feldolgozás lemezt csináltunk. Tök jó. olyan jó dalok vannak azon. Jó is Veszp például. a szemem a uh -huh. Ugye a... Ú, hát, és ugye utána megjött a kedvenc szinkszingem a tettes vagy áldozat, de... Igen, azt, 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 szerettem. Ja, hát szerintem az, az ami, ami az a legkidolgozottabb, legjobb lemezt, a legjobb szanda. Jó, azért figyelj, 20 évesek voltak, amikor elkezdtünk, tehát mindenki magasan kvalifikált zenész volt, <laughs> és akkor itt szép lassan lemezről lemezre váltunk úgymond zenészekké. tehát akkor már azért egy 20 éves zenésznek vannak olyan, hát itt a stúdióban vagyunk, ugye van egy csomó olyan olyan rossz, berögzött dolga, amit, 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 el kell nyomni a másik zenésznek, hogyha azt akarják, hogy, hogy jók legyenek, és akkor gyakorlatilag már kifortunk így a, a hatodik, hetedik lemezről és a végén már a tettes vagy áldozat egész jó volt, majd aztán utána a két abaházi testvér kitalálta, hogy hagyjuk el a torzítót. Na, az hülyeség. Na, aztán lett olyan lemez, hogy jaj. Na mindegy, én azt nem vállalom. Fel, Egyébként az se volt rossz, csak megértelek. nem volt. Figyelj, csak úgy... Annyira nem, hogy nincs is belőle, mert gyűlölöm azt a lemezet. Figyelj, csak azt a hmm. hogy tettes vagy az eredeti kiadást vettem talán 6 ezerért, vagy 8 ér A bűn az életből szintén. A sztrájkot csak, hogy teljes legyen a sor. Egy ezresért vettem talán nemrég. Fogalmazom, a Bence, Bence kicsi volt és akkor kocsiba énekelt a sztrájkot, és akkor így énekelt, a sztájk, sztájk, sztájk. <laughs> <laughs> Egyébként pont ez marha érdekes, mert ugye az Attila azért végigkövette nekem a két gyereknek a... Tehát az Attila Bence, Bence még két éves volt, már az Attila kezébe ült. A Bence, aki most már ugye egy zenekarba gitároznak, <laughs> és a kisebbik gyerek, meg a, a Boton nekem most, lesz, most volt 14 éves, és ezeket a kretén zenéket hallgatta régen. És, 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 és közed el, hogy így észrevettem, hogy tankcsapdára edz otthon. És mondom neki, hogy figyelj, azért van ám az Attilának is egy tök jó zenekara, azért hallgass meg a Junkies, és biztos, hogy fog tetszeni. Ezt a szartangcsobdát hallgatja, nem érzik, ez biztos, na, na mindegy, és akkor tudod meg, meghal, e, 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 mondom, akkor kezdjük az elején, és akkor a miatt iszom te állat. És, és tudod, hogy most már mondtam az Attilának hogy most már megfertőzte. Mert a Bence például énekelt dzsankézben, még volt hány éves? Hét éves? Hat éves? Ja. És énekelte a félbetépve. Igen. Mindig jött fel a színpadra, apa felhozta kézenfogva, fogva, és utána a Bence, a, a, ő, őnek én adtam az első gitárleckéket, de olyanokat, hogy hogy kell például térdembe csúszni, meg karpörgetést csinálni. Azt nagyon tetszett neki, és szerintem lehet, hogy egy kicsit e, innentől ered nála az, a, az hogy gitározni megtanult. Érted? És... Ergo, te vagy a hibás. Igen, én vagyok a hibás, vagy viszont, a viszont, most már sokkal jobban gitározik, mint én. Tehát <gül> <gül> ezeket, ezt az, az új remeszt meghallgatod, itt ezeket a heavy metal szólókat én például nem tudnám eljátszani. Tehát ez nem az én stílusom. <laughs> a Bence meg remekül eljátsza. Elvégzett egy iskolát a Bécsi Zeneművészeti Főiskolát. főiskolát. ami egyébként ilyen klasszikus gitárszak, de amellett meg megtanult remekül rockgitározni, és meg metalgitározni, tehát egyszer gyakorlatilag bármit el tud játszani. Hát meg el is játszik, ugye? Már és el is játsza. Ja. Most már, már jó pár éve ott van veletek a színpadon. Hát ja. gyakorlatilag mindig is ő helyettesítette, hol hogy hol a Weiss kicsit. Ja. Emlékszem, amikor jöttünk haza a turnéba, még gimnazista volt, Jöttünk haza előtte levő nap játszottunk, majd a Verespárné gimnázium előtt kitettük a gyereket. <gül> 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 volt, hogy ott vettük fel. Vagy ott vettük fel? <gül> Igen. Mentünk <laughs> túlnézni, és ott vettük fel, ja. Na hát, mint a filmekben, nem? Hogy... Ez tök <laughs> olyan volt. Hát, <laughs> ja, De most arra kiforta magát, és egyébként, mint ahogy a Szalható is, már dalokat is írt, tehát szá számötleteket is hoz. Úgyhogy. Akkor így mit a még könnyebb lesz a saját dalos lemezt Igen, pontosan ezt tervezem, hogy mindenki hozzon pár ötletet, olyan zenekaroktól, ami a kedvence, és, és akkor ezokat együtt majd összerakjuk. És, hát és akkor... akkor, milyen lesz nekem, hogy a Jubi Fortit is nagyon szeretem. De most inkább itt koncertáljunk rockzenekarokra. rock és te mit fogsz vinni? Még nem tudom. Nem, tudod, mit hoz? Majd a, a, a meg nem jelent junkies témáit. <laughs> <laughs> Jó, hát nem, mit tudom, csak az, amit a Ramos nem vihetsz, mert ugye azt az egész lemez nincs csináltatok. Azt szerintem ki, a, igen, a Ramaz, igen, igen, a abszolút kipipáltuk. Ja. <laughs> hát figyelj, nekem, nekem, igazából nem ez a heavy metal a fő csapás vonalom, hanem, hanem inkább a rock and roll, punk, ilyesmi, de mondjuk a heavy metalból is jönnek, hogy Iron Maiden, vagy Motorhead, azok, azok simán, akkor olyanok, hogy mit tudom én, Bad Religion, tehát én szerintem ilyet simán... Az, az inkább punk zenekar. Az inkább punk, igen, ja. De amik ilyen, ilyen átmeneti heavy metal zenekarok, az is még, de még mi játszik, mondtá, de viszont... Azt a átmeneti történet... heavy metal zenekar, ez... ez Mindjárt, így tehát ami, ami, ami félig heavy metal, félig punk. Hát azért ja, Motorhead az az nem annyira heavy metal, de nem is annyira punk, de mind a kettő kicsit. Abszolút. Az igen. Motorhead, nem? Simán. Úgyhogy én szerintem azt beígérhetem, hogy valami motorhedest az biztosan fogok hozni. A másikat még nem tudom. És a Akkor végre torzított basszus. Igen. Na, hát, érdekes, hogy ö, emlékszem, hogy régen mindig úgy a motorhedet, jó, 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 de nem volt nekem reláció sose. És amikor a Lemi film kijött 2006 helyett valahogy így, na akkor 2008, nem is tudom pontosan, Motorizer lemezt vették fel pont, amikor a filmet forgatták, ott viszont teljesen rákattantam, és az összes lemezt hallgattam azóta. Okay, okay. hát el a, a motor story, eször, ször, ször, na, mesélj, de. Vettem egy Rickenbacker basszusgitárt, hazaviszem, kicsomagolom. Hát ha mondom, meg a kurvára átbasztak, bass meg. Hát ez ilyen kicsi ez a gitár. Hát jó, az nem áll jó. kicsi. Fél volt. Fél van, a lemi, felhívom, a, tőle, vett figyelj, ez valami B-széria, vagy valami zé? Hát mondom, ez a Leminek olyan marha nagy volt meg. <laughs> és ö, nem, hát a Lemi volt pici. Ja. Igen. igen, pedig egyébként az emberi néző színt, és mindenki az, hogy két ja. méter magas. Tehát, igen. a színpadon mindenki nagyobbnak látszik, hát én az ACDC-t, azok ekkorák ilyen is. Okay. is, nagyok, Tök, is. Magok, pigmusok, Tök magok. Pigmeusok. Ausztrá pigmeusok, igen. Tök, volt, Lem, volt, játszottunk mi egy egy motorhead bulin, valami, nem, azt szerintem a Lemi, Lemi emlékbuli volt, játszottunk két, én énekeltem, baszki. De az is úgy, hogy a szaszó énekelt volna, csak aztán a buli napján kitalálta még se ő énekelt. <gül> 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 De akkor mit nem arra számot. Igen, meg a a Én nem is tudom melyiket a no class-t. Ja, igen. Ja, két klasszikus. De szeretem. És te, te mit fogsz inni? Kíváncsi vagyok. Nem, nem, nem gondolkodtál még ezen? Nem, mert ez nekem még új ez az Attilának az ötlete, nekem, nekem a spontán da, dal, ide dal, dal, témáim vannak. Egyébként már én elkezdtem foglalkozni. Tehát én pont azt, azt, meséltem az Attilának, hogy én nem, tehát az Attila ír egy dalt, az ő megírja, amit tudom én, 10 perc alatt. És úgy nagyjából úgy megvan a dala, amit így a junkies írogat. Én amit, amit írok, először is jön egy téma, akkor így masszírozom magamba egy két hétig. Kotlasz rajta. Kotlok rajta. Akkor rá, rájövök, felveszem. Egyébként teli van a telefonom ilyen témákkal, felveszem, meghallgatom egy hét múl... ez a szar, ezt, ez nem. Mm -hmm. és akkor jó, akkor, akkor, utána megvan ugye a komplet vászerkezet, akkor csinálok rá énekdallamot, egyes verzió, tízes verzió, huszas verzió, és mégis mondjuk a hármas jó, akkor tudod, az csiszolgatom, feljátszom, ott kis, van egy ilyen kis, tehát a modern technika, érted, már telefonom van stúdium. Vettem hozzá, ez a Logic Pro-nak van egy ilyen kis uh, hangkártyát vettem hozzá, és kurva jó felvételeket lehet csinálni. És akkor úgy megcsinálom, felénekelem portugálul, azt nagyon szeretik a stúdióban, amikor utána visszük. <laughs> a... Az Áfodi Gabi mindig azon a, a portugál szövegem, és ő leszokta érni. <gül> 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 és, én, és, és, tehát van olyan dal, ami, mit tudom, egy Fél évig ülök rajta. Tehát én így nem tudok dalt írni, hogy na akkor jövő hétre kérnék nyolc dalt. van, akinek megy mondjuk egy Diterből ennek. Hát meg vannak ilyen Ez Ugyanaz a nyolcszor, igen, igen, csak egy kicsit átvariálva. Igen. Egy a számítógépet is átrakja egyik treket a másik helyére, és akkor nagyjából ugyanaz, csak kicsit másképp. Ez érdekes, mert a singsing Sing amikor kijött ez a, a gigas sikerünk a halálamájra, ami gyakorlatilag ezt így a Cerkával írtuk, és e, úgy, úgy éreztem, hogy jó lesz, de nem tehát nem gondoltam, hogy ekkor, ekkora sláger lesz, és e, nem az a lényeg, hogy a következő lemeznél gondoltuk, hogy ez nekünk is fog menni, hogy csinálunk valami kettes verziót. És De a, nem sikerült. Ez volt a Maligán huligán című. Már még a neve is milyen marha jó Aha. volt. Maligán huligán. És, a címe. És az, az, úgy, úgy elveszett. Majd volt még egy verzió, a, a a lögdida az mondjuk egy feldolgozás volt konkrétan, és hogy ellent mondjak saját magamnak 10 perccel ezelőttről, <laughs> e, és a végén meg a vakáció, az még, tehát igazából nem jött ez nekünk be, tehát nem, nem tudunk rendelésre egyébként ezt, Igen, írni. egyébként ezt nem lehet megmondani előre, hogy mi az, ami sláger lesz, tehát e, mi sem tudjuk megmondani, hogy erről az orrallemezről például mi lesz a legnagyobb sláger. Először elkezdtük játszani az első számot, ez a most kéne abba hagyni és úgy vettük észre, hogy hogy az annyira nem működött koncerten, és utána egyszer eljátszottuk a, ezt a metallikást, a jégdupla viszkivel, és az már elsőre is annyira működött Azt koncerten, ne feledt, hogy azért csináltuk. Akkor már ment a, klip. a klipet. Annak ment a klip. Nem, nem, nem. Akkor még nem ment a klip, akkor még nem volt klip. Ezt tudod, mikor játszottuk? Még a februári koncertünkön eljátszottuk. A jégdupla viszkivel? Igen. Fél eljátszottuk, és annyira vette a közönség, hogy hogy azért mondtuk azt, hogy arra csináljunk klipet. Egyébként volt egy ilyen, nem tudom, hogy emlékszel, és még a helyére is emlékszem, a Csak azért is szerelem, Billy Idol kombó, és még a helyére is emlékszem, Egerbe játszottuk a más klubot. tudod, olyan széles volt az a klub, mint ez a helység. És, és az egyből megette a közönség, Igen. tehát az, az, bejött. Vannak tehát, ilyen az, dalok, ja? az, az, egyik legjobb legótok ilyen uh -huh. téren, mert hogy azt én sem emlékszem, amikor kijött Aztán úgy, hogy az volt ilyen lemezelőzetes klip volt, talán, vagy valami ilyesmi, ugye eleve én szeretem a White Van az eredetit, az első emletet már nem annyira, de Viszont az új, a Billy Idol, az mondjuk két-három éve jelent meg. A 2014 esre gondolsz? A igen. Kings and hát azt mondtam, elejét a végéig kibátlanul, az ez faltófali. Nekem van az a nota, most nem tudom, eszembe a, a címe, de benne van az összes giga Billy Idol sláger. Ki, ki, King, King, Kings and Queens von saj, a saját maguktól meg. mixelnek. Igen, de szerintem igen. minden ilyen annak ilyen, van ilyen lemeze, amin... Nem, amin, ott, ott amin, egy, a, egy dalon amin ott belül elénekli, hogy mik voltak a... a igen, hogy amikor volt még a rebölje, és akkor utána jött a White Fading, egy dalszvegbe felsorolja a nagy sikerdalait, az azt mondod, nem? Igen. Az a címadó Kings and Queens Andorra. Egy, egy ideig ment a buszba, azt így szoktuk hallgatni. Meg az elevei olyan lemez, hogy lírai a fele kb, de jól, jól lírai, tehát kicsit ilyen blúzosabb inkább, nem ez a cyberpunkos vonal, de ugyanakkor van ilyen cyberpunkos nóta is rajta, meg van a, a, az a rebel -jel fél, egy kicsit keményebb, és nagyon jó összerakott lemez. Sajnálom is, hogy a hat éve nem csinált ezt megint. Egyébként én... volt egy, az körülbelül tíz éve jelent meg, hogy a Steve stevens volt egy, a vh van klasszikba, volt egy akusztik koncertje. Igen. Hát az, az az is ment sokszor a buzba, az igen, az a, az a storyteller az, igen, volt, az, az dumál is. Igen, igen, igen. a Dumális, igen, igen, én nem de, nyilván, de, de, tök jó, viszont, viszont az, az, imádom, azt az, 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 az sokszor szoktam hallgatni, megnézni. Hát ugye, mikor itt volt két éve Pesten, akkor is, ugye úgy jött, hogy előtte három nappal lemondott budit, mert, mert ugye torokgyulladása volt és beaugmentinezve, bemindenezve fölment a színpadra. Igen, nem minden hang volt a helyén, de aznak azért a karizma elvitte az egész budit, tehát hogy ja. nem, nem arra figyelt az ember, ja, a... hogy gyúrva, olyan karizma volt? Simán. <laughs> <laughs> hát figyelj, van. Ez egy képest, egyébként azt, igen. Hány éves mi? Hát, az képest, hány éves Mennyi éves lehet a... már, várja, 80 es évek volt. 58, 59, valami ilyesmi. Szerintem már is idősebb. Lehet. Lehet, hogy igen. én tudom rosszul, vagy én gondolom rosszul. Ha mindegy, ő egy, egy nagy kedvenc. Tehát, Na, akkor még, még rosszabb lenne az élet, ha nem lett volna Billy Idol. Azt tudja. Hát, illetve Billy Szerintem volna. a Billy Idol mellett nem, a másik <laughs> nagy fél <isten gül> az a <laughs> Steve Ja, mindenképpen. Bár egyébként érdekes, hogy nekem a két kedvenc Billy Idol nem ember, csak az egyiken van a Stevens. Ne, nekem a Cyberpunk az abszolút csúcs. Tehát nekem az a Mi az, a a kigitározott. A akkor, a, hogy... aki, aki, a 90-es lemezen a Sármad Life-on, és nem fogja szemlődni a srácnak a neve. Az még nem a Steve Stevens volt? Nem bizony, én is meglepődtem múltkor. Igen, hm. Jaj, képzeld el, hogy nekem vannak olyan demóim, euh, amik, te Billy Idol demók. Tehát, hogy például Rebel a Rebel Jel nek az első demo verziója. Na most a, nálunk a demo nem úgy készül, mint nálunk, hogy lerakták a, a kazettás magnót és izé. <laughs> <laughs> szól szó, szó a zenekar, hanem az egy ilyen kis stúdióba elkezdtek játszogatni. Tehát az a, amikor le van csupaszítva egy dal, tehát még, illetve még nincs felöltöztetve, nincs túl ö, effektezve, túl masteringolva, és, ö, és úgy is megszólal. <laughs> a jó dal úgy is megszólal. <laughs> <laughs> Igen. Hát ő ott figyel, a VH Van Stoli tereles pont ez volt a jó, hogy ott full minimál hangszerelés, hát már amennyire ugye az minimálnak nevezhető más karakterrel tök jók voltak a dalok. Hát ugye amikor a 2005-ös kvázi visszatérő lemezek kijött a Devil's Playground, ami szerintem szintén zseniális, van egy uh, ilyen közkézen forgó 2005-ös Rockham Ringes, Rockin Parkos, nem is tudom, koncertfelvétel, hát 55 perc az egész. Délután a németeknek. Ja, figyelj, tűzőnapa, de hát ők rohadtul élik a bulit, tök sok új dalt, tehát a program fele új dalokból állsz, 10 tíz dal, és abból öt új aktuális dolta, de hát... Én imádom például az Bassus basszusgitárosát. <síns> <síns> ja, ilyen. Igen, igen. <síns> bal kezes, bal kezes, ja. kis izéma, nyomja. Csak azt nem tudom, hogy miért nem fordítva állnak, mert... mert, mert hogy ugyanak, hogy itt, áll a a Steve Stevens. a gitárok. Összenéznek, az, az úgy kéne, hogyha már van balkezes, akkor, akkor majd szétnézzenek a gitárok, sokkal jobban el lehet férni, nem? De lehet, hogy a Steve Stevens pont azon az oldalon szeret állni. Hát, jobban mutatok a jobb ami neked is van, kis presszó. Tudod, az én jó jobb az azt eléri. Az igaz van egy dugi és, piája van neki? És, és, azért ezek fontos dolgok, hogy Hogyne. Igen, ezek nagyon fontos dolgok, ja. Kell <laughs> <laughs> mindig pisilős szám mindenkinek. <laughs> Amikor éppen egy, egy, egy percig kb. nem kell játszani, hogy akkor ki menni, kiosonni. Inni, ki kell valamit, osz, hogy közben játszott. Pisilni, tudod. és nem, addig a többiek játszanak, és akkor utána visszajövök, tudod. Ezt, ezt úgy kell megszerkeszteni minden zenekarban, hogy mindenkinek legyen pisilős száma. De neked nincs. Ez az a van. ciki. Én hogy... nem vagyok ilyen beteges, mint ezek, hogy tíz percen közben. Mi ide is elértünk, két benzinkúton meg kellett állni. Nem pár. is csak egyen. Jó, de már másik be volt zárva. Hát azon nem is álltunk meg. <laughs> egyen megálltunk, az oké. Okay. Jó, persze. De nem azért, mert sört kellett vennem, hanem mert is Tudjuk, nem persze, nem is azt mondtam. Ja, de de azért persze vettem <laughs> sört is. Ha már megálltunk, érted, szóval... Nem a a, a vesét, azt, meg a húgyhójagot edzeni kell, tudod. Edzeni kell, igen, mert hétköznapi így nincsen edzve a vese, akkor csak edzünk, tudod, ízadunk, meg minden. A vese az meg reál a működése, hogyha nem tud termelni igazából valamit. Dr. Az, amikor, Barbaló, minden gondolatait halljuk érte, most. És csak ilyen kis piros valamit. Egyébként vannak ilyen szabályok, állszert. hogy kocsival, ha megyünk, száz kilométerenként állunk meg Magyarországon, külföldön remegyünk, akkor 300. mert, <laughs> mert nincsenek benzinkutak azért. És akkor az Attila szokta, jó, bár nem bírom hogy nyiszi, nyiszi. Nyiszi, Az azt jelenti, hogy, <laughs> hogy egy kívott sörös doboznak a tetejét a bicskámmal levágom, és belepisírek, és kijöntöm az ablakon, csak az így rámegy így a busznak a hátuljára, azt nem nagyon szereti a hangja. <laughs> Úgyhogy, amikor, ez, és ez régebben előfordult egyébként, de mostanában csak annyit mondok, hogy nyiszi, nyiszi, akkor egyből megáll való, biztos, hogy talál valami leszem, hogy kertvel a zsikon mondom, akkor a csávó a sörös dobozba és mondja, hogy érzem, hogy a makomra feszül a széle jaj, 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 jaj. egyébként régen, amikor a, még a, 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 elkezdtem a junkies menedzselni, akkor voltak nagyon furcsa dolgok, tehát az Adilának még ilyen rasta haja volt, és mentünk ki Párizsba játszottunk és Attila már olyan rosszul volt, hogy kilógott félig a, 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 a buszból, végig volt hányva az elejétől így a végig, végig a, a busz. Igen, mert túl kanyargos volt az út, és te nem bírom, tudod, és, történt és történt megálltunk, és akkor mellénk megállt egy rendes, egy ilyen alien, tudod, Egyébként az, az a, jól én jól is az cso csodálkozom, hogy ez a rendőr attól az emlékszem És nem szólt semmit. mondom, hát, látod már hát, ilyet. Hát, hát, ú, meg, tudja, egy zenészek. <laughs> Na, nekünk is volt hasonló kalandunk, pont a Five Finger buli előtt. Mondod szóval adásunk kívül elmesélem. <kül> Ugye, oké, okay, akkor mondjuk tegyük föl, akkor a saját dalos lemez az mondjuk kész tény, hogy lesz egy ilyen is. Legalábbis ötletszerűen. Hát most. most így kitaláltuk ezt az ötletet, igen. Most annyi, annyi, időnk van arra, hogy, hogy most nagyon koncertek nincsenek, tehát unatkozni nem akarunk. Ezt soha nem értettem zenekaroknál, hogy ez a péntek-szombati koncert miért zavarja az alkotási folyamatot? Tehát, nem euh, tudom, de most még ne jó hangzik. Zavarja. Na mindegy. Most igazán fogni, tudom. Képzeld el, hogy azóta, mióta ez, 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 ez a, rossz állapot van, azóta hétvégeken van, amikor már kilánckor fekszem. És nem valamikor, mindig. Tehát igen, és mikor a... kelsz? Hát ilyen négy órakor, <laughs> mi csinálsz? Hát, ugye nekünk is otthon, amikor ugye elkezdett az egész pandémia, meg ilyenek, így mondja a gyerek, hogy apa, ötöd aludtunk, és te itthon vagy este? Hát mondom, látod. Holnap este is itthon leszel? Igen, de jó. Mm. És egész hozzászoktam, és amikor Júliusban visszajött a bulik, akkor rendesen rossz volt lemenni. De hát ez... <laughs> Egyébként most ezen itt marha jót röhögünk, de sajnos ez az egész dolog nagyon sok zenésznek el fogja venni a kedvét. Tehát kezdjük ott, hogy ugye a megélhetési rockzenészek vártak egy kicsit, aztán elmentek dolgozni. Ott esetleg egy a, a, a munkájukba, úgy meglátták az örömüket, egy kicsit tovább fejlődtek, stb. Majd, amikor visszaáll ez a rendszer, reméljük mi hamarabb, akkor el fognak gondolkozni, hogy kell-e ez a bizonytalan cigány élet, ez a zenélés. Tehát nekünk biztos, hogy kell az De Erről beszélek, igen. Most fog eldönni, ki az, aki igazán zenész. Ki az, aki tökös gyerek. Igen, nem? Ez tényleg egy cigány élet, és tényleg ez megviseli az ember. Tehát nagyon sokan ezt nem tudják csinálni. Hát ezt, ezt csinálja utánam, utána, vagy a hangja után, érted, amit, amikor, amikor nézünk, amikor mit tudom én, heti öt játszunk, érted? Ez van ezt nem a minden, napi nem, három igen, igen, van én is, olyan is. Én, én, is mondtam már is, és mondta nekem, hogy ha jó, hát izé, persze, tudtuk klub, meg minden, oké, öreg. Minden nap, 4.30-kor kelek, bevallogok a munkahelyemre, bem vagyok négyig, hazajövök fél ötre, szerda csütörtöket ugye általában itt töltjük a stúdióba, hétfő kedden ugye Általában a klubos ügyekkel foglalkozom otthon este, péntek-szombat estét lentöltöm a klubba. Ja, hát de mikor pihensz? Na, akkor. Na mondom, jó, de mi a hát, hely ez neked ugyanúgy, mint a zenélés. És, és én nagyon jó az És az én az, az az mondom, azt mondom egyébként, hogy nem csak a, a zenészek között van olyan, aki, aki szereti a munkáját. Tehát hogy mondjuk ne? nekünk ez a munkánk, és mi ezt szeretjük, legalábbis én de egy csomó ismerősöm van, akinek más a munkája, mondjuk ilyen lakásfelújítás vagy valami, vagy autószerelés, is és imádja, és szereti. És aki, de várj, a, a, akik ezt fikázzák, és azt mondják, hogy hogy, hogy te csak ott tűzi egész tabulizol meg minden, hát csinálja utána, baszki. Az Érted? is kemény munka. Az, az, azok olyan emberek szerintem, akik olyan munkából élnek, amit utálnak csinálni, érte, utálják az egész életüket. Tehát mindenkinek szerintem meg lehet találni azt a, 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 a munkát, amiből meg is él és amit szeret is csinálni. Igen, csak a váltás Mindjunk nehéz. Az? Tehát igen, az a váltás így, az nehéz, igen. Minél vagy, viszont... vagy annál hát, nehezebb. Én, én például nem tudom elképzelni, hogy ezen kívül Bármi mást is csinálnék, mert nem is értek, bár egyáltalán Mondjuk semmihez. Az még az amatőrnőgyógyászkodása még meg... Nem, én azért a, 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 a szeszfőzés -sze az, amit meg szeretnék tanulni, de a nem, a nem a sörkészítés. A légűtő, tudod. Nem, a szeszfőzés, szeszfőzés, az az, az az nagyon szimpatikus. Mert ott ugye azért kóstolni is kell. Apám, apám 40 éve szeszfőző, illegális szeszfőző volt, és most mióta legális 10 éve, azt mondta, hogy ebben már semmi izgalom nincsen. Sem. Nincs? Na, de hát én még látok benne lehetőségeket, én megtanulnám szívesen, és nyitnék egy szeszfőzdét, néztem, hogy csepere nincs is. Hát Attila, mi tart vissza? Ott a nagy gyár. Hát az, hogy még, hát igen, de ahhoz éke nem nagyon kell e, ilyen túl nagy terület, tehát az, ne, az nem olyan, mint mondjuk egy sörfőzés, vagy mondjuk egy borászat, Megjötted érted? Meg? É, Na, azért... Ezt szívesen megtanulnám. Viszont... Hoznák az emberek a kis izécefréjüket, ami a hullott gyümölcsöket csepel, az kertváros érted egy csomó gyümölcs van, amit az ember nem eszik meg, vagy elromlik, nem tudom. Úgy úgy, hogy egy ezt lehet, besztem, ja. nem? Egyébként mindent le lehet főzni. Mindenből is, lehet ezt főzni. Szukor, csak persze. Lehet, Banál, hogy cukrot kell adni hozzá. Lehet. Mindenből, lehet lehet. mindenből lehet főzni. Ja, marha hús, vagy nem tudom, <laughs> <laughs> marha pálinka. A krumpliból lehet, Hát Jó, egyébként, a egyébként... Krumpliból csinálják a legtöbbet. Csak előbb beszámolt, a dalszerzés, meg ilyen, ugye nem lehet megmondani, hogy miből lesz sláger. Az igaz, az a legenda, hogy bár azt egyszer talán ezt, beszéltük, de egyik Patreon a műsor támogató megkért, hogy kérdezzem meg, kérdezze meg te adásba, hogy igaz az a legenda, hogy azért adtátok oda a királylányt a huligánsznak, mert nem bíztatok a dalba, vagy valami ilyesmi? Nem, az, 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 nem, az nem így volt, az, az, az egy kézdal dal volt, tehát ezt a hurigánsztől kaptuk, és nekünk szöveget kellett ráírnunk, de az igaz viszont, hogy, hogy Folyimból megírtuk rá szöveget, tehát egy másnapra kellett, ilyen egy, egy éjszak alatt megírtuk, és azt igazából egyikük se gondolta volna, hogy abból akkor a sláger lesz. Csak a huligenszer, ilyen nagyon régóta, régóta ilyen barátságban vagyunk, és, és akkoriban így felajánlottuk, hogy esetleg írnak nekik szöveget, mert ők maguknak nem írnak, mindig ilyen külső szerzőkkel szoktak dolgozni, és akkor pont ez jött, és, megint és, és, és pont megjöttük. a Rikinek az volt a... akkor ez a kritikus időszaka, és a Rikiről szól ez a dal. A Rikinek mindig kritikus időszaka van, de tényleg róla szól ez a dal, és tehát a királylány az, az maga a Riki. És hát ez, gyakorlatilag ez, úgy ez, született az ez, egész, ez, hogy egy, egy, junkies próba lett volna, amire nem jött el a Riki. Jó, akkor, azért, akkor, akkor, hallgassuk meg ezt a dalt, és akkor... Igen, tehát megkaptuk a, a, célét, úgy, volt, után a hazamentem. úgy volt, hogy a, próba után <laughs> majd, hogy próbálunk a junkies és a próba után majd megírjuk ezt a dalt, vagy meghallgatjuk, de nem jött el a Riki, ezért, ezért fogtuk betettük a CD-t, akkor még itt CD formájában kaptuk meg a dolgot, és akkor megírtuk így az a Andrissal a szöveget, meg még ott volt a párint is, az akkori dobosunk, és így megírtuk. Egyébként azóta egy csomó szöveget írtunk a huligánsnak, de ekkora sláger nyilván nem lett, tehát ez nekik is a legnagyobb slágerük, és ezért még fonogramdíjat is kaptunk. <laughs> De ez egy körülbelül kint... egy óra alatt született ez az egy egész. Egyébként csak, hogy tudjátok, az Attila érettségi tétel is volt. Mint szerző. Igen, hát nem, nem, nem mint Attila, hanem mint a Jánkéz és a Tehát így És a Csepeli gimnáziumban, ugye a jegylikányos uh -huh. gimnáziumban ott volt egy ilyen érettségi tétel, hogy irodalomból a ö, mai korunknak a, a termékei, vagy a utcai szerzeményei. Jó, hát figyelj, most azért így a, a, belegondolok, hogy kevés uh, dolgot idéztünk annyiszor mondjuk a, a gondtalan középsúlyos évek alatt, mint a négy, meg az SX-7 szövegeit, tehát Teljesen jogos. Én is szívesen érettségiztem volna a ba bassza meg, így belegondolva. Ja, én is. Val Csak amikor én érettségiztem, <laughs> akkor még nem volt Junkies. <laughs> Val valószínűleg könnyebb lett volna, mint az a kurva kassák és az a amit kihúztam. A tök jó, izé ötös írásban meg is rontottam. Én a levelét sőad. húztam. Hát mindig egy fokkal jobb, mint az a kassák és az a hangárd. Hozzá nem tudtam, szóval nem voltam hajna megtanulni, annyira nem tetszett. Kihúztam, és ennyit mondott az irodalom, talán. <laughs> még én együtt érzett velem. Egyébként régen, amik ilyen kötelező olvasmányok voltak, mert minden is azokat egy koncepciózusan nem olvastam el, csak így nagyon szorványosan, viszont most, mai fejjel így elkezdtem újra olvasni, mostanában is pont a magyar klasszikusokat olvasom. Most például a... nem is tudom már... <laughs> Mind, de mindegy, szóval azokat, amik akkoriban kötelezők voltak, és a mai fejjel Tökre élvezem az egészet, meg, meg, meg de tetszik, de abban. akkor 17-18 éves koromban abszolút nem érdekelt a dolog. Hát a fiúk az nem gyereknek való. Hát úgy szerintem az pont, de tehát az hát, a sima. Én most egyébként Mixától az új zrínyást olvasom, de már túl vagyok egy csomón, mindenféléket elolvastam, amik nem csak kötelezők voltak, de a, az akkori klasszikus magyar irodalomnak a, 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 a tipikus a, alkotásai, és, és, és nagyon tetszik, és nem csak azokat, hanem ilyen franciákat is, vagy bident. Tehát... Hát, szerintem például a pálcőfűk, egri csillagok van, meg tüskálár van kb. a helyén de az ilyen kincskereső is meg mondjuk a kőszívű ember fiai. De azt is olvastam a kőszívű Nagyon, tetszik. Nem azt A ma, mai fejjel elolvasod, Igen. és ilyen... Zseniális. Nem tudom letenni. Tehát 15 évesen az... Abszolút. aláír sőt, az még korábban a hetedikes A névtelen vár, azt is olvastam. A, az... azt is olvastam, az nagyon jó a nyomorultak. A, az, akkor, azt hiszem a... hatodikos kötelező olvasmány a, nyomorultak? Nem, későbbi szerintem. Meg a bűn és bűnhözés, -bűnhözés, például. Igen, hát az... az igen. Igen, tehát, ezek, ezek, tipikusan olyanok, hogy akkor ott az ember nem feltétlen érti. Az egy csillag is azért jó hatodikban, mert egy kicsit ilyen romantikus nyelvezete van, ugye ilyen. De ki kénnyel... a faszomat érdekel, hát, akkor én van Amikor Németországban túlnéztünk rengeteget közel 14 évig, minden évben egy ilyen három hét, egy hónapot mentünk ki, és ahol az egyik havernál laktunk, és az is érdekes, hogy ide fel a kocsiba fel is hívtuk a régi német menedzserünket. Ja, igen. <laughs> és tehát mit nézünk? Hát akkor még nem volt uh, HBO, meg nem volt uh, YouTube, és akkor mit nézzük? volt egy nagy szekrény, hogy megtaláltam a... Csak horrorfilmeket. Megcsináltam, igen. Ilyen, a, vagy hogy is mondta ő németül a, a, a horrorfilmeket? Na mindegy, most nem jut És megtaláltuk az egri csillagokat. Ja, Megnézett, már óra néztük az Egri csillagokat, és a Riki teljesen kiborult. <laughs> Mondom, ezt te nem értheted. Egyébként ugye beszéltük itt az elején, hogy uh, majd biztos, hogy ki fogunk térni egy picit a táborra is. És most már sem közelünk az adás végéhez, úgyhogy így azért úgy kíváncsi vagyok, hogy uh, átmentitek jövőre az idei lájnapot, vagy, vagy mi a terv? Gyakorlatilag hogy akkor ezt úgy mondj, tegyük helyre ezt a dolgot. Gyakorlatilag 12 évig működött Zoras Olimpia, Olimpia néven ez a dolog. Senkit nem zavart. mi mondjuk ezzel fölhívtam, múltkor beszélgettünk erről, én akkor azt hittem, hogy viccelsz először. Egyszer csak két évvel ezelőtt megkeresett a Magyar Olimpiai Bizottság. És akkor már, egy a Bence mondta, hogy valaki hogy hívjam fel a csajt. Ah, gondoltam, hogy meleg a dolog, egy kicsit úgy egy fél évig így ültettem, aztán egyre agresszívebben hívogattak, meg írogattak, és akkor egyszer gondoltam, hogy akkor a, az időgép zenekar megvan, ott van a Igen. Sándor Csaba barátom, akivel 80-as évek óta nagyon jó barátságban vagyunk, ő egy nagyon komoly ügyvéd, és ö, vele felmentünk, és ö, hát így megpróbáltuk helyre rakni a dolgokat, elismertük azt, hogy ugye az olimpiai szó, az, ez egy védett szó, tehát meg az olimpiai szimbólumok, tehát ez nemzetközileg védettséget élvez. Tehát, és megegyeztünk abba, hogy nem használjuk az olimpiai öt karikát, pláne úgy, hogy ördögszar van, meg, <síns> 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 meg, meg stb. És hát gondoltuk, hogy eldobtuk a, az öt karikát, csináltunk belőle egy ördögszarvas karikát, egy kar karikát, egyébként az ilyen jópofa kis szimbólumunk lett, és a Sör Olimpiát, mert ugye ez már egy komoly brand. Igen. Ezt meg ékezet nélkül használtuk. És ö, hát ugye márciusban jött a világjárvány, teljesen így... Ö, tehát akkor még mindenki azt hitte, hogy ez egy hónap múlva, hat hét múlva, két hónap múlva ez meg fog szűnni. Egyszer csak ö, május végén jött egy szimpatikus levél, amiben 14 millió 100 ezer forintos csekk benne volt, hogy ennyit kell fizessünk akkor. Hát akkor három nap alatt gyorsan nevet változtattunk, de mindent, tehát mindent, ö, hát ez már elég nyomósok volt arra, Igen. hogy mi mi, mi lépjünk ebbe az ügybe, akkor Bence mondta, hogy mi lenne akkor, ha tábor lenne, tábor fesztiválon. lenne. Gondoltam, ez milyen hülye név. De legalább olyan hülye név, mint a Sziget Fesztivál, vagy a Volt Fesztivál, vagy, vagy sorolhatnám. Vagy mint a Sportalsó. Sportalsó. És tehát gyakorlatilag én, én javasoltam egy All al pia Igen, csak az ugyanaz. azt az az már én is javasoltam ott, de ugyanaz. És az a lényeg, hogy a közönség három másodperc alatt megszerette, rengeteg jegyet adtunk el, tehát még akkor abszolút optimista volt mindenki. Ő úgy gondolta, hogy ez nyárra, ez rendbe fog jönni, ez a vírus kérdés de sajnos nem jött rendbe, ráadásul a kormány is tett mindenkit, hogy augusztus 15-től minden szabad, stb. stb. De nem lett szabad, és akkor három másodperc alatt gyakorlatilag volt két hetünk a szervezésre, tábor mínusz névem megcsináltuk a kis 500-os fesztiválunkat, részben azért, hogy a, a kempingbe foglaltak házatfoglalók, ugye az, ők kifizették előre, hogy nekik valami kulturális <laughs> programot adjunk Én ott helyben. Igen, <laughs> volt az is, volt az is. E és megcsináltuk a tábor minus Gyakorlatilag e olyan jó sikerült, nekem végig az volt az érzésem, hogy vissza a gyökerekhez, mert az így kezdtük az egészet, hogy kis létszám, volt egy-két vendég, zenekar, akiket így meghívtunk, és e nagyon jó sikerült. De a, a kérdésedre válaszoljak, Felajánlottuk a, a, három verziót, tehát egyes verzió, hogy visszaváltottuk a jegyet, akit szerette volna, vagy átviheti a jövő évre, illetve ha valaki több jegyet vásárolt, ő, által általa megszapott mennyiséget felajánlhatta a fesztivál támogatása. Tehát a, mi azért jelentős mínuszba voltunk itt, vagy vagyunk ezzel a dologgal kapcsolatban. A nakabásban 14 milliós csekni mínuszban, ugye? Nem, az, az, szerencsére az sikerült azért ö, elfelejtetnünk. Na. Az, az már féljesített. Tehát gyakorlatilag most ö, még mindig abszolút optimisták vagyunk. Úgy gondolom, hogy a 2021-es nyár tökéletesnek kell lennie. Bízunk benne egyébként, mert uh, mi is uh, így voltunk az idei feszt, hogy fú, tehát e, ilyen jó még sose volt. Aztán gondolj bele, hogy ugye évklubja szavazást a koncertpontún megnyertük. Önkormányzattal kötöttünk egy sose ilyen jó megállapodást mm -hmm. megállapodó hogy Minden kurva jó volt. Következő héten meg jött a pandémia. És úgy tudom, én is, ahogy te mondtad, egy hónap, az meg 6, 7, és akkor már mondta egyik ismerős, hogy a nyarat azt nyugodtan felejtsétek el. Most nyugodtan mondjátok a fesztivált. Mert hogy? Meglátod, hidd És sajnos ugye igaza lett. És még egy kis kikacsindó kérdésem van, hogy el a bulibanditák lemez. A bulibanditák lemez az gyakorlatilag készen van, tehát felvettük, most fogjuk keverni a jövő héten a végső keverést. Úgy terveztük, hogy az az 50. születésnapomra fog kijönni, az december 22-én van, erre terveztünk egy bulit is, ahol, ami mondjuk így erre lesz kihegyezve, tehát ott lett volna zora, Jánkéz, és ott mutatkoztunk volna be. Mondjuk ez konkrétan a, a karácsony, de... A Zorral karácsonyt <laughs> így áttettük, át mert pont akkor lesz a kötvedés, bocsánat. És, <laughs> és akkor... Ott, ott így be is mutatkoznánk a a buli banditákkal, de most egyelőre még annyira bizonytalan minden, hogy nem tudjuk, hogy egyáltalán lesz-e valami buli, vagy, 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 nem tudjuk, hogy most, most mi lesz. Leszel 50 éves, hogy csak Igen, lehet, le. hogy nem leszek 50 éves, maradok 49 éves. De akkor is ezt mindenképpen valamikor majd be fogjuk pótolni, nem mondja? Mindenféleképpen. Úgyhogy most, most itt nem is lehet megcsinálni. De még nem, kicsit, Igazából ebbe a sztoriba az a legszörnyűbb, az ember nem tud tervezni. Igen. Tehát az, abszolút. hogy 25-25 szőre szervezem már a turnét, elfáradtam ebbe. Majd akkor turnézzünk, amikor már tiszta a kér. Hát is Ugye. az a baj, hogy ezeket a nagyobb bulikat Úgy, azért... Úgyhogy én a Sputnik Pluszba nagyon hiszek. <laughs> az mi <laughs> ez a Sputnik Plusz? Ez az vakcina. orosz vakcina. Most lehet, hogy nem pontosan az a neve. Ja, hát hogy ez egy bújték. vakcina a koronavírusra? Igen, Igen, Igen és ez a... Én már régen is. meg pont az oroszok találják, hogy ott a vodka, hát Igen, az, és az, az alkoholos a... fertőtlenítő ital, érted? És ott pont, pont augusztus végén volt, amit kibuktam nagyon, és akkor mondjuk hogy mi bajod, amit tudod? a Az, hogy mondom, harmadszor kötök át egy bulit, meg van, amit már negyedszer, és még mindig egy kibaszott a búzniákat nem kerestem vele, ellenben mondom, annyi dolgoztam már ezzel a tavasz ősz, tavasz ezzel a másról hát, szezonnal. Márciusról májusra, mm. vagy áprilisról onnan májusra, onnan Igen. szeptemberre, onnan bizonyra. Ugyanez. <laughs> Mondtam, hogy már már, már tököm tele van vele. És akkor még így is, ugye most meg, hogy ugye nincsen rendezvény stop de ugye a 11 órás zárás, illetve a bejtéri maszkasználat azt eredményezte, hogy minden héten két-három bulit lemondanak, aminek a helyére az ember próbál kötni másikat, de már nem is próbálok, már feladtam. Hát igen, egy csomó zenekar lemondta az őszi turniát, mint ahogy mondjuk mi is az Orallal. A másik még az, hogy hogy egy ilyen ö, nagyobb bulit, azt, azt azért meg kell tervezni a, a, a reklámozását, tehát arra már hónapokkal ezelőtt, ö, a, 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 azelőtt kell készülni, tehát mondjuk már most kéne reklámozni azt a karácsonyi bulit, ami mondjuk, amiről az azelőtt beszéltünk, de nem tudjuk, hogy egyáltalán lesz-e. Érted, szóval... Szóval passz, meg azt se tudjuk, hogy hogy az emberek eljönnek-e rá, tehát most csomó mindenki van, aki nem mer eljönni, mondjuk ezt nem is csodálom, érted, tehát itt mondják, hogy a hírekben mindig, hogy, hogy napi hány fertőzés van, meg, meg minden, érted, tehát én nem csodálkozom, azon, ne vége, nekem például az még nincs itt. Nekem például, hogyha lenne gyerekem, nem biztos, hogy elengedném egy ilyen koncertre, érted, hogy most Hidd el, hogy el 16 éves én, elmegy az magától Én, és én, én attól nem, nem, nem <laughs> félek, így. hogy én, én megfertőződöm, mert én... Te én nem olyan marha én, én én fe, napi szinten magamba, úgyhogy szó sem lehet róla, de... Azt hidd el, hogy látják. De azért... <laughs> na, de hogy valami vidámabb legyen itt a végre, egy teljesen utolsó kérdésnek, hogy mi volt a, az utolsó lemez, amit hallottatok, és nagyon tetszett. Akár égi vagy, akár úgy. Így mindegy. elejétől a végéig? Uh -huh. Nekem az Osziánnak a, nem, a, nem a legújabb, hanem az, amin a, 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 a mi, mi, is volt az a szám, az a, az a várjál, segítsél. Szerintem a legutolsó. A cél, nem, nem. Hát a Amikor, a amikor a ilyen kicsikét, ilyen, ilyen akusztikusra váltottak meg minden, és azon ja, volt Ja, az, az, az kettővel korábbi, azt hiszem. Igen, a... és, és, és azon is volt az a dal, ami. Az a ami látlak. Nem, hanem eléggé uh, sokat játszották, is a rádióban, meg mindenhol. Most nem jut eszembe a neve, nem tudom mert hogy ki kéne bontani azt a másik sört. De mindegy, a magyarok közül nekem, nekem az volt. Egyébként a külföldi lemezekkel kapcsolatban meg az a ö, észrevételem, hogy nagyon régóta nem hallottam olyan lemezt, ami ami ne emlékeztetett volna, vagy ne hasonlított volna valami régire, amit mondjuk ilyen tizenéves koromban hallgattam. Nekem igazából ez a 80-as évek vége, 90-es éve, 90 évek eleje az volt a, a meghatározó. Tehát akkor születtek olyan lemezek, amik, amik a mai napig a kedvenceim, és, és, és amik, amiket a mai napig visszahallok a mostani zenekaroknak a a produkcióiból is. Talán az utolsó külföldi az Evan uh, Sevenfold volt, de az is már nagyon régen volt, 2000-es évek elején a, nem is tudom, hogy mi, a, mi, mi a címe a lemeznek. Az, az, a, az, is egy kicsit emlékeztetett olyanokra, hogy például Halloween, meg kicsit Gánszer, kicsit Iron Maiden, de ez valahogy annyira egyedi volt az egész, és annyira jó számok voltak rajta. Az igazi szabadság szerintem az volt az osztján, nem az, amire gondolsz. Azt hiszem, igen. Egy kék igen. volt. Kékes. Ö, azt nem tudom, mert én nem vettem meg, hanem Spotify-on hallgattam meg, de várjál, volt az a szám, ami nekem nagyon tetszik, az a az a, várjál, nem jut eszembe. Érted, mint a Tiszta hülye Hitt vagy már. Akkor még gondolkodod, addig a hangját Figyelj, azt, e én nagyon komoly Spotify felhasználó vagyok. Én is. És e Hным. már nem albumokat hallgatok, hanem, uh hanem a legkeresettebb dalokat. Tehát ma például Hammerfall és Edgály nap volt. Meghallgattunk uh, idefele Kornt is. Az de az, az már, már tudod, Spotify-nak van egy olyan. Az jó egyébként, hogy uh, ezt Lehetősége, hogy mit tudom én, uh, Korn rádió, és akkor a hasonló írású zenekarokat random módon be, behúz. Én, én például kimondottan szeretek így hallgatni, és én például így szoktam edzen is. Én minden kedden csütörtökön járok bunyózni, és ott én vagyok a DJ, csak én zeneimet lehet hallgatni, ha tetszik, ha nem. Úgyhogy fel kell töltenem holnapra a kis bumboxomat, és azt is így szoktam, hogy e, mit tudom, akármilyen zenekar, például Five Finger Death Punch rádió, és akkor aztól minden Korn, Disturb, stb. stb. pont a kedvenceimet. Egyébként, hogyha ja. egyáltalán nincsen kedvem zenét hallgatni, mondjuk egy olyan nap után, amikor egész nap stúdiózunk, vagy próbálunk, tehát akkor tele van a fejem zenével, akkor három dolog van, amit meg tudok hallgatni, egy zámbózsimi, Ramones és Dillinger Escape és még mondjuk ehhez még, még hozzájöhet mondjuk a méhem is mostanában. Uha. Milyen lelki világod lehet neked, ne arra, hogy... Na, de egyébként ezen kívül hallgatok így mindenféle, de mostanában én rá szoktam menni a, pont, hogy a Spotify-on olyanokat meghallgatok, amiket régen e, ilyen tizenéves koromban kazettáról hallgattam, meg minden is ott most tök jó minőségben meg tudom hallgatni, tehát ilyen, mit tudom, kátszorik az például ilyen, ilyen alapzene volt nekem, akkor az Eros Mr. a Pump, akkor a Iron Maidennek az első hétlemeze, akkor a Metallica-nak is az első akárhány lemeze, mondjuk a Master of Puppetig, de utána is jó, de azok nekem ilyen meghatározóak voltak, de Motorhead ilyenek, akkor még ilyen régi zenéket, mondjuk Beatles, az volt nekem az első kedvencem, utána jött a Queen, aztán jöttek a heavy metalok, érted például, Uh, mit tudom én, hát először mondjuk, mondjuk ilyen Bon Jovi, meg akármi, de utána jöttek a, a keményebb zenék, és Guns N' Roses, az, 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 is mondjuk hogy az első, az első lemeze a ilyeneket így, így a mai napig szívesen újra hallgatok, és rengeteg ilyen van. Egy két hatalmas szatyornyi kazettát dobtam ki, mert már egyszerűen nincs is Magdonban, amivel meghallgathatnám, de a fejemben ott van, hogy ezeken mik, mik voltak, és azokat szeretem újrahallgatni. hallgatni, és ugyanakkor meg szeretem újrahallgatni azokat is, a dolgokat is, amiket uh, kiad a Spotify uh, ezekkel kapcsolatban, de nagyon kevés olyan dolgot találok, ami úgy tényleg tetszene. Vannak ilyen zenekarok, mint mondjuk a, mi is az, amit a Bencével szoktunk hallgatni, ez a uh, 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 nem tudom, olyan, olyan, mint a mint a Led Zeppelin, ilyen kis fiatal. Greta az, az igen, az is kurva jó de az is egy az egybe Zeppelin érted szóval, de, Csak, de jó viszont viszont ez is muszáj befejezzük mert okay. az idő véges sajnos meg, 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 meg kell is mennem pisilni <laughs> már <meg. gül> na, na, tessék, meg még, igen. na tessék na tessék. köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket leírásban megtaláltok mindent, ami fontos sziasztok